Köszöntöm a kedves nézőket! A Szomszédvár mai adásában Tata, Szolnok, Algyő, Szeged és Öttömös lesznek a helyszínek, témáink pedig főként a vízhez kapcsolódnak, de repülés történeti kiállítást is bemutatunk, és mézes kalácsot is kóstolunk majd. Tartsanak velünk, a műsor után pedig keressék fel Facebook oldalunkat is, fedezzük fel, ismerjük meg együtt Magyarországot! Újabb látványossággal bővült a szolnoki Reptár, a város repülőmúzeuma, egyedülálló repülés történeti kiállítóhely Kelet-Európában, több mint 4500 négyzetméter fedett kiállítóterével és mintegy 60 000 négyzetméter alapterületével számos érdekesség helyszíne. Most Lengyelországból, a Krakkói repülőmúzeumból, gazdagítva az amúgy is széles kínálatot, egy Messerschmitt 109-es vadász repülőgép érkezett a Reptárba, amely jövő év március 15 5-ig lesz látható a kiállításon. A vadászpilóták mindennapjait mutatja be a Szolnoki Repülőmúzeum a Repülés Sava Borsa című kiállítása. A karikatúrák Letenyei László nyugállományú alezredes gyűjteményéből származnak. A mintegy 50 rajz 1958 és 1962 között készült a taszári és a szolnoki katonai reptereken. A rajzokból 25 darabot mutat be a szolnoki reptár. Az alkotójuk Figaro néven dedikált ezeket a műveket. Ő egy vadászpilóta volt, Kovács László főhadnagyúr, illetve később alezredes, aki maga is repült azokat a típusokat, amik a rajzon visszaköszönnek. Még 15-ös BIS, illetve a még 21-es F-13-as típusokat, amely mindkét típus megtalálható a reptár gyűjteményeiben, tehát megtekintheti élőben is a látogató. Az állandó kiállítást a múzeum első emeletre vezető lépcsője mellett helyezték el, ezzel mintegy bevezetve a látogatókat a magyar katonai repülés történetét bemutató kiállításra. A rajzokon egyebek mellett könnyedebb formában jelenik meg egy-egy rosszabbul sikerült landolás vagy a szakácsok hatalma, a pontatlan időjárás jelentés és a vadászgépek földi felkészítése szervízelése is. Az alkotó önmagát is megjeleníti a képeken, akár földön, akár repülőben ülve, de leghangsúlyosabban a parancsnokváltásnál érhető tetten az alárendeltsége. A reptéren történt mindennapok világába kalauzolnak el ezek a képek minket a hajózó kiképzésbe, amik történtek ott, és aminek egyébként tanúja lehetett akár egy sorkatona is annak idején. Ugyancsak a repülés és a személyzet életét mutatja be egy múlt század elejé plakát kiállítás a múzeumban. A hangár falára 6 képet feszítettek ki, amelyek az első világháborúban harcoló osztrák-magyar monarchia pilótáit és a haderőnemet idealizálja. Az óriás plakátok első alkalommal 2010-ben a Kecskeméti Nemzetközi Repülőnap és Haditechnikai Bemutatón voltak láthatók a Hadtörténeti Intézet és Múzeum kiállításának keretében. Az első világháború időszakában repíti vissza látogatót az óriás plakát kiállítás. Az első világháború az az időszak, amikor ugye erős propagandagépezet működött a hátországban, hogy meggyőzzék az embereket arról, hogy a háborús erőfeszítéseknek létjogosultsága van. Úgyhogy rögtön az első plakáton azt lehet látni, hogy egy hangárba készítik fel a gépeket a bevetésre, és az ezt követő képen pedig már egy sikeres légiharc eredményeképpen az ellenséges repülőgép füstölve zuhan a föld felé. Tudatva mindenkivel azt, hogy a mi légierőnk mennyire erős, és hogy a katonáink mindent tőlük telhetőt megtesznek a harcokban. Az elsősorban 1917-ből származó képeken a kor ászai is feltűnnek, mint például Hefti Frigyes pilóta, akinek gépét két alkalommal is lelőtte az ellenséges légvédelem, illetve 20 gépből álló ellenséges rajjal is felvette a harcot, majd miután 3-at lelőtt közülük, ejtőernyőjével sikeresen landolt a saját csapatai oldalán.
A propaganda kiadványokon emellett a tengerhez kötődő légi hadviselés és a monarchia értékei is láthatók. Történelmi jelentőségű és Magyarországon egyedülállónak számít annak a Messerschmitt Bf-109-es német vadászgépnek a kiállítása, amely október 22-e óta látható a Repülőmúzeumban. A II. Világháború ikonikus vadászgépe elsősorban azért különleges, mert a világégés vége óta hazánkban ilyen repülőgép nem volt látható. A piros 3-as oldalszámú vadászgépet a Regensburgi repülőgépgyárban építették 1944-ben, majd még az év májusában Ernst Pleines őrmester a lengyelországi Dresdbund tavon hajtott vele végre kényszerleszállást, amelyben a pilóta életét vesztette. A roncsot 1999-ben emelték ki a tóból, azóta 90%-ban eredeti alkatrészekből állították helyre. A német vadász a krakói lengyel repülési múzeum tulajdonában van. Ez egy nagyon nagy szó, és nem csak a szakmában, hanem valamennyi olyan repüléstörténeti rajongónak a körében is, hogy itt van egy ilyen gép. Tehát ez egy egészen egy nagyon fantasztikus érzés, hogy ez sikerült összehozni, és azt gondolom, hogy 2017-ben mi kötöttünk egy együttműködési megállapodást a krakói repülőmúzeummal, hogy ez a gép itt van, ez jóval túlmutat ezen, hiszen és ezen is sokat töprengtem, hogy a két nemzetbarátsága, a lengyel és a magyar nemzetbarátsága alapozta meg azt az együttműködést, ami létrejött. A Bf-109-est a Magyar Királyi Honvédség kötelékei, egyebek mellett a legendás Puma század is használta. A visszaemlékezések szerint ez volt az egyik legjobb és leghatékonyabb vadászgép. 1942-től a típust Magyarországon, Győrben is gyártották, GA, majd később G-jelzéssel. A magyar vadászgépek részt vettek a keleti front harcaiban, illetve hazánk légterének védelmében is. A legnehezebb időszak az úgynevezett amerikai szezon volt 1944-ben, amikor többször előfordult, hogy 500-600 amerikai repülővel kellett szembeszállnia a 20-30 Bf-109-esből álló magyar kötelékeknek. A krakói gép 2020. március 15-ig látható a szolnoki reptárban. Egyre több turisztikai célú beruházás zajlik, vagy már be is fejeződött az Alsó-Tiszán. Agyön két kishajó kikötőt is kialakítottak, Szegeden a partfürdőn pedig egy 300 millió forintos fejlesztés folyik, ami egyaránt kedvez kishajóforgalomnak és a horgászoknak is. A város a közelmúltban mutatta be azokat a látványterveket, amelyeken különböző tervező irodák álmodták meg, milyen lenne a Tisza, mint Szeged főutcája. Mindezek együttesen új lendületet adhatnak a víziturizmusnak. Legyen nyár vagy akár tél, a Tiszát használják, a Tiszán élnek, a Tiszán pihennek az emberek. Például új évnapján minden évben bitoklát mondanak. Nyaranta egyre többször sárkányhajósok, versenyzők vagy hobbi sportolók veszik birtokba a folyót. Kajakosok, kenusok eveznek itt nap mint nap, van aki azért, hogy egyszer olimpiai bajnok legyen, van aki csak a testedzés kedvéért. A horgászok megunhatatlan kedvence ez a víz, ősidők óta. Fotósok, videósok ragadnak gépet a nyár elején, ha megkezdődik a kérészek halálos násztánca. A Nemzeti Park munkatársai rendszeresen vizitúrákat szerveznek a Tiszára és a Marosra, bemutatva a folyók és a partok élővilágát, szépségét. A folyómenti infrastruktúra fejlesztésében pedig egyre komolyabb az előrelépés. A magánvállalkozások mellett az önkormányzatok is beruházásokat indítottak.
A nyáron avatták föl például az Algyői Szent Anna kikötőt, amely már a második a településem. Kikövezték a partot, egy hosszú úszómóló épült, a parton parkolókat alakítottak ki, fedett pihenőhelyeket építettek. A közelben szabad strandot is nyitottak. Most már két kikötőt üzemeltetünk. Tavaly kezdtük el a Tiszavirág kikötőnek az üzemeltetését. Ott 100%-os a kapacitás kihasználtság, tehát ott már nem tudunk több csónakot fogadni. Ennek a kikötőnek pedig jelenleg 80%-os a foglaltsága, de még most is jönnek nap, mint nap érdeklődnek, hogy van-e még hely. Kétfajta használóban bízunk. Az egyik természetesen a kikötőnek a sajátosságából adódóan azok a csónak tulajdonosok, akik itt szeretnék kikötni a csónak idényre, a csónakázó idényre a hajójukat. Nagyon nagy az érdeklődés, sokan jönnek más településekről, tehát nem csak algyőiek vannak. A másik használó pedig nyilván azok a elsősorban algyőiek, illetve idelátogatók, akik szeretnének csak a Tiszapartra egy picit lejönni, jól érezni magukat. Itt ugye a területen kialakítottunk egy büfét, ahol terveink szerint részben természetesen halsütés is lesz, tehát egy kicsit a Tiszához kapcsolódóan egy olyan repertoár tud felmutatni majd a büfé, ami miatt lehet, hogy máshonnan is, messzebből is érdemes lesz majd idejönni. Algyő szomszédja Szeged sem marad el a fejlesztésekkel. A gyakorlatilag a belvárosban található partfürdő jövőre már nem csak kemping és strand lesz, hanem hajókikötő és horgászbázis is. Ez egy aktív turisztikai pályázat, ami alapvetően a tiszai kis hajóforgalmat, illetve a tiszai horgászturizmust szeretné fejleszteni, de túl ezen a parton is létesültek, úgy gondolom, hogy mindenkit szolgáló beruházások, tehát két új játszótér is készült, felújításra kerültek a sportpályák, és a létesítményeket összekötő 250 méteres sétány is készült. Nyilván a februárban elkészülő úszóműveknek a parti létesítményei is megépültek, és épült egy 77 méter hosszú sólyapálya is, ami a kishajók vízrebocsátását teszi lehetővé. A Tiszapart belvárosi oldala is megújul a tervek szerint. Az önkormányzat három mérnökirodát kért fel, hogy fogalmazzák meg elképzeléseiket, készítsenek koncepciókat, milyen legyen a Tisza, mint Szeged főutcája. A Tisza az éltető folyónk, és azt gondolom, hogy nem túlzás, hogy olyan, mintha minden szegedi szívén is átfolyna, hiszen ne tagadjuk, büszkék is lehetünk rá, nagyon-nagyon szeretjük a Tiszát. A város polgármestere akkor beszélt erről, amikor a látványterveket szabadtéren is bemutatták. Arra kérve a lakosságot, mondjanak véleményt azokról. Nekem tetszik kifejezetten, hogy amint látom a képekről, hogy eltűntek az autók, és egyre kevésbé jellemző a parkolás, és egyre inkább jellemző az, hogy visszakapják a szegediek, a gyalogosok a partot, úgyhogy amit látok a képeken még, hogy egy csomó fa és zöld felület is megjelenik, és ez is egy tök jó dolog. Azt szeretnénk, ha valóságá válna az, hogy a Tisza Szeged főutcája. Szeretnénk bevonni a város életébe a Tiszát, olyan funkciók van megtölteni, ahol a szegediek tudnak sétálni, tudnak sportolni, tudnak szórakozni, és valóban a város mindennapjainak a részévé válik a Tisza. Internetes felületeken jelenleg is zajlik a szavazás arról, milyen turisztikai és rekreációs célú tervek, fejlesztések valósuljanak meg Szegeden. Egy biztos, az Alsó-Tiszán több helyszínen, több szereplő részvételével számos fejlesztés indult el a folyón, a folyóparton, amit már a 2020-as szezonban megtapasztalhatnak a helyiek és a víziturizmus hívei. Folytassuk továbbra is vízen. 24. alkalommal tartották meg több száz jelentkező részvételével a Mikovényi Sámuel emléktúrát az Általéren. A vízi program egy 13 kilométeres szakaszt fog át, a végén pedig meleg babkujással és emléklappal várják minden évben a célba érkezőket. A tatai Berta Malomtól induló meneten már a reggeli órákban remek volt a hangulat, amit a kreatív tutajok látványosságán túl a nagy számban megjelent lelkes közönség csak fokozott. Thank you.
A legőrültebb, legkreatívabb, egy szóval a leglátványosabb sajátkészítési hajók tucatja indult el egyszerre, az általja sodrásával és az időjárásra fittyet hányva vett részt több száz induló a Mikovényi Sámuel emléktúrán. Magyarország második legnagyobb amatőr vízi találkozójának már több mint 2 évtizedes hagyománya van, apropója pedig minden alkalommal a túra névadója, Mikovény Sámuel előtti tiszteletadás, aki a 18. században szabályozta, csatornázta Tata jelentősebb vizeit. Elmondhatjuk, hogy azért kialakult már az a kemény mag, 300-400 fős kemény mag, akik minden évben 6. haszakad eljönnek, és kiszámoltuk, úgy tűnik, hogy 6-7 évente van egy-egy esős rendezvényünk. Angliából jöttek ketten, egy vagy két fő Angliából jött, magyarokról van szó, viszont már ott élnek huzamosabb ideig, de azt mondták, hogy a rendezvényre hazajönnek. Magyar viszonylatban Szegedet tudom mondani, szerintem Szeged van a legmesszebb, onnan érkeztek. You're on. Personal Jesus, someone to hear your prayers. Az utóbbi időben a Mikovényi túrán hagyomány lett az aranyevező-díj átadása is, amelyet azon személyek kapnak, akik a megmozdulás elejétől segítik kivitelezni, megvalósulni a vízi találkozót. Someone to hear your prayers, someone who's there. Az általában olyan volt, hogy a mederbe lépten nyomon, hát azt lehet mondani, bedőlt fák voltak, benyúló vízvételi csövek, amiket kerülgetni kellett. Hát persze volt zúgó. Volt úgy, hogy hátravágott a bedőlt ág, elfeküdtem a kenuba, vagy még olyan is volt, kiesett a kezemből az evező. Természetesen 2019-ben is voltak, akik a kajakot vagy éppen a kenut választották a biztonság érdekében. Idén azonban a 13 kilométeres távon igazán extrém tutajok is megjelentek. Sütni fogunk lefelé, ezt már minden évben csináljuk, csak most egy kicsit továbbfejlesztettük a rendszert. Nem az eldobós grillünk van, hanem ez a profi grill, úgyhogy lefelé sütögetni fogunk. Egy csuklós összeköttetésű gépezet, hát bízunk benne, hogy ki is fogja bírni az utat. Beton, acél és hordó. Elég egyszerű szerkezet. Hát az a baj, hogy nincs is evezőnk. Tehát itt látható ez a kis faág, tehát hát majd igyekszünk. Egy Robinson hajóját építettük meg. Csak természetes anyagokból, és vannak ilyen jó kis evezőink, ami szintén olyanból építettük, amiből Robinson is építene. Vegyünk lisztet, mézet, cukrot, tojást, és dolgozzuk jól össze. A könnyen formázható tésztából készíthető el az örökzöld mézes kalács. Az ünnepi asztalra kínálkozó csemege története évezredekre nyúlik vissza. Az ókori Indiában és Egyiptomban is sütötték, a rómaiak isteneiknek ajánlották fel. A középkori Európában a vásárok az ünnepi asztalok kedvelt édessége volt. Ma is különleges csemegének számít, öttömösön egy tanítónő hobbiában. Ma Magyarország egyik legismertebb mézes kalács üzemelet. Nincs olyan forma, amit ne tudnának ebből a tésztából elkészíteni. Öttömös Szegedtől közel 40 kilométerre fekvő települését a Spárga hazájának is hívják, hisz egy ideje már igen komoly szerepet játszik a város és az itt lakó családok életében. A homokháti község azonban nem csupán a növény köré épül. Egyik legfontosabb terméke az egész évben kapható mézes kalács.
Krabótné Tanács Anita üzeme ipari mértékben termeli az eredetileg karácsonyi édességet. Itt azonban készülnek húsvétra, esküvőkre, vagy akár ballagásokra és születésnapokra is. A mester most beengedett minket a konyhájába, hogy megmutassa, mitől is olyan különlegesek a kézzel díszített mézes kalácsai. 3 kiló lisztet fogunk most használni, otthoni mennyiségre ajánlom az 1 kiló lisztből történő dagasztást. Az 1 kiló liszthez használunk körülbelül 215 g mézet, 315 g tojást, természetesen a sárgája és a fehérje is bele fog kerülni, fél kiló porcukrot, és ezen kívül ugye még a fűszereket fogjuk majd használni, ami őrölt fahéj, szegfűszeg, illetve szódabikarbóna. Nagyon sokan használnak mézes kalács fűszerkeveréket, megmondom az őszinte igazságot, hogy mi nem nagyon szoktunk fűszerkeverékkel dolgozni, sokkal finomabb aromát ad a mézes kalácsnak, hogyha fahéjat, illetve szegfűszeget használunk hozzá. Először a dagasztógépbe a tojást fogjuk belerakni. A tojást, hogyha egy nagyon picit fölverjük, az nem fog neki ártani, hamarabb el tudjuk majd kavarni a dagasztógép segítségével. Otthon hasonlóan összetudjátok rakni ezt a mézes kalácsot egy nagyobb tálba, szintén először egy nagyon picit a tojást és a mézet, tehát a folyékony anyagokat fogjuk beletenni a tésztába. Amikor ezeket az alapanyagokat nagyjából összekeverte a gépünk, vagy a fakanalunk, ki mit használ természetesen az otthoni konyhájában, akkor bele fogjuk rakni a porcukrot, és miután beletettük a hozzávalók közé a porcukrot, ismét fogunk egy kicsit kavarni a tésztánkon. Miután a tésztánk összeállt, javaslom mindenkinek, hogy minél hosszabb ideig gyúrja még a tésztáját. Nem árt, hogyha egy jó fél órát is gyúrjuk, hiszen minél jobban összekeverednek az alapanyagaink, annál szebb és annál mutatósabb, finomabb tésztát fogunk kapni. Miután a tésztánk elkészült, helyezzük bele egy olyan edénybe, amelynek födele is van, és egy napot szobahőmérsékleten pihentessük. A kivágott mézes kalácsainkat előmelegített sütőbe fogjuk behelyezni, és néhány perc alatt finom puhára sütjük. A díszítésnél először a csipke motivumot fogjuk elkészíteni. Használni fogunk fehér glazúrt, illetve a lila glazúrokat, amit már előzetesen ételszínezékkel beszíneztünk. És mikor készen vagyunk vele, szintén hőlégkeveréses sütőben néhány percig szárítjuk, a csomagolás után ajándékozható. Szeged idén ünnepelte, hogy 300 évvel ezelőtt visszakapta a szabad királyi városrangot. A rendezvény sorozat zárásaként október 12-én a Klauzáltéren látványos fényfestést tartottak, a Széchenyi téren pedig hangulatos koncertekkel várták a közönséget. Ebből láthatnak most egy rövid ízelítőt.
Nemzetközileg is elismert fényfestők varázsoltak különleges hangulatot októberben a szegedi belváros egyik legszebb terére. Ezzel zárult a Szabadkirályi Városi cím visszanyerésének 300. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségsorozat. A zenés aláfestéssel futó vizuális költemény felidézte Szeged legutóbbi 3 évszázadának legfontosabb eseményeit. Festés után koncertekkel ünnepelt Szeged, de sokan voltak a környező településekről, és a városban pihenő turisták számára is különleges élményt jelentett a rendezvény. A sort a Full Moon a kapella együttes nyitotta. Az énekegyüttes nem csak önálló koncerttel örvendeztette meg a közönséget, hiszen Cutor Zoltánnal az élen közösen adták elő a szegedi szabadság himnuszt. Gyere délre velem, ez keleten a nyugat, itt vízből is értelem fogad. Szerelem ez a hely, szeretem, ha szabad az árvíz. Arra jó, hogy minden újra teremjed, mind a két folyó, hogy szőkeségükről eljel. Szintén a szegedi zenei paletta sokszínűségét jelezte egy újabb helyi banda, a Gipó Cirkusz. Az est legjobban várt produkciója az LGT zenevonat volt. A teljesen megtelt Széchenyi téren mindenki együtt énekelte a legnagyobb slágereket, köztük a Ringasd el magad című dalt is. Önök a Szomszédvár 4. évfolyamának 10. adását látták, hamarosan ismét jelentkezünk a helyi televíziók műsorkínálatában. Kövessenek bennünket a Facebookon és a Szeged TV YouTube csatornáján pedig visszanézhetik eddigi adásainkat. Ne feledjék, a Szomszédvár. Fedezzük fel, ismerjük meg együtt Magyarországot. Viszontlátásra! A Szomszédvár műsorát a helyi televíziók közreműködésével a Szeged Televízió készítette. A műsor támogatója a Makói Korona Páb és Étterem. Stílusos környezet, rendezvénytermek akár 300 főig.